Brunaszéki Aladár professzor úrral beszélgetek, aki a Péterfi Sándor utcai kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa. A Magyar Kardiológusok Társasága specialista hétvégék siófoki rendezvényén találkoztunk, és a professzor úr előadása gyakorlatilag határterületi témával foglalkozott. Előadásának címe a szív és a szex volt ezen a rendezvényen. Mint elmondta, ez egy olyan ritka téma, ami az orvos-beteg kapcsolatból nagyon sokszor kimarad. Kimarad adott esetben a korkülönbség miatt, a téma intimitása miatt, viszont nagyon fontos lenne erről beszélni, hiszen, ahogy az előadásában vázolta, bizony ezek a témák azok, ami az életünket teljes mértékben befolyásolja, hiszen nagyon sok kérdés merül fel a betegek körében, ugye a szívbetegek körében, a témával kapcsolatban, illetve hát maga a kezelés is befolyásolható, illetve a kezelést is befolyásolja ez a probléma. Hadd kérdezzem meg, hogy ha a kardiológiai betegeket nézzük, és most nem az egészséges populációt, akkor elmondhatjuk-e azt, hogy a szexuális aktivitás az rizikótényezőként lép fel az életükben? Hát én semmiképpen nem fogalmaznék így. Tudnélik, a szexuális aktivitás az épp úgy az életük fontos része marad a továbbiakban, mint a betegség előtti időszakban. Pont az a feladatunk orvosként, hogy mérlegeljük, hogy egy normális szexuális aktivitás az adott betegség esetében mekkora kockázatot rejt a beteg számára, illetve semmiképpen nem javasolnánk azt, hogy fölöslegesen félelmeket tápláljon a beteg ezügyben, pont azért, mert valamilyen fajta szív- és érrendszeri betegségben szenved. Tudni kell azt, hogy a közhiedelemmel ellentétben egy szokásos, normális szexuális élet az messze nem jelent akkora terhelést a szív- és érrendszer számára. Egy felmosással hozta ugye párhuzamba. Igen. Hát egy normális orgazmus elérése kapcsán történő fizikai teljesítő képesség, ez gyakorlatilag egy padló felmosással ekvivalens, ha már ilyen házi munkai hasonlatnál maradunk, és hát ettől azért általában nem szoktak óckodni vagy tartózkodni, még azok sem, akiknek korábban mondjuk egy szívinfarktusuk volt. Vannak nagyon veszélyes és kifejezetten súlyos klinikai helyzetek, egy instabil angina, egy friss infarktus, egy rendkívül súlyos szívelégtelenség, amikor valóban a szexuális élet kockázatot rejt, de ez azért nem is életszerű, mert ezekben a helyzetekben többnyire eszébe se jut a betegnek ilyesmit gondolkozni. De egy viszonylag stabil állapotban lévő infarktus utáni beteg, illetve olyan beteg, aki hát ilyen közepes háztartási munkát különösebb gond nélkül el tud végezni, ilyen esetben a szexuális élet az nyugodtan ajánlható, sőt nem csak ajánlható, hanem igazából még biztathatók is a betegek ilyen szempontból, hisz a rendszeres fizikai aktivitásnak inkább egy védő, megelőző szerepe van a másodlagos események kialakulására nézve, és hát egy kellő pozitív emócióval kísért szexuális élet az igazán ebbe a kategóriába sorolható, tehát az egyik hogy úgy mondjam, kellemesebb és normálisabb emberi fizikai aktivitásként tartható számon, tehát erről lebeszélni a betegeket, épp úgy, mint ahogy a sétáról nem beszéljük le őket, vagy a gyaloglásról, tehát butaság lenne, és hát az egyéb pszichés és önértékelési tényezőket is figyelembe véve, ugye ez tényleg nagyon fontos, hogy ezt a fajta életterüket megőrizzék. Az orvosnak, a kardiológusnak ugye feladata az, hogy felmérje a beteg
szívének állapotát, és ahogy az előadásában elhangzott, három csoportra lehet osztani ugye a betegeket, hogy amikor alacsony a rizikó ezeknél a betegeknél, amikor közepes rizikótényezőkkel rendelkeznek, illetve amikor súlyos rizikó van, és amikor bizonyos ideig hát nem javasolt a szexuális aktivitás. Pár szót mondjon ezekről a csoportokról. Igen, hát ugye abszolút alacsony rizikónak tekinthető, és nyugodtan javasolható, sőt biztatható a beteg a rendszeres szexuális életre akkor, hogyha a terheléses vizsgálat kapcsán, mondjuk egy infarktus követően 4-5 metabolikus ekvivalensnek megfelelő, tehát ez egy ilyen pontosan mérhető ugye teljesítő képesség, hogyha, és abszolút közepes teljesítő képességnek számít, hogyha ezt ők panaszmentesen tudják úgy teljesíteni, hogy ez ritmuszavart a számukra nem provokál, iszkémiás eltéréseket, tehát a szív komoly vérellátási zavarát nem provokálja ez a szintű teljesítmény, illetve hát vérnyomás esést sem okoz. Tehát ezek azok az állapotok, amikor minden további nélkül ajánlható, illetve semmiképpen nem lebeszélendő a beteg a rendszeres szexuális életről. És hát rengeteg enyhe olyan szívbetegség van, egy első fázisú szívelégtelenség, egy kezelt magas vérnyomás, egy enyhe billentyűbetegség, amikor ezek az állapotok mind teljesülnek, tehát sőt a koszulerek betegségének enyhe foka is ugyanezt jelenti, ide tartoznak a szívműtött betegek is, akik a szívműtét után jó funkcionális állapotba kerülnek, akár koronária tágítás után vannak, akár koszulóér bypass műtétet végeztek rajtuk, vagy akár műbillentyűt kaptak, tehát ilyenkor a jó funkcionális állapot lehetővé teszi a számukra gond nélkül a rendszeres szexuális életet. És ez javasolható. Na most, amikor valami probléma van, ugye különböző rizikótényezők léteznek, akkor ugye először a rizikótényezőket kell csökkenteni, illetve kezelni, és utána természetesen lehet javasolni a szexuális aktivitást a betegek részére. A helyzet az, hogy ha rizikótényezők fennállnak, akkor is az aktuális klinikai státuszt kell rendeznünk. A rizikótényezők fennállása, mondjuk egy cukorbetegség vagy egy magas vérnyomás, az azért jelent gondot abban az esetben is, ha az illető a teljesítő képessége alapján egyébként alkalmas lenne a fizika, a szexuális aktivitásra, mert nagyon sokszor, például férfiaknál ezek a rizikófaktorként számon tartott betegségek erektilis diszfunkciót okoznak, tehát merevedési zavarral járnak, és ezért ugye ez önmagában gondot jelent, ezt külön kezelni kell még a rizikófaktorokon túlmenően, illetve a rizikófaktorok megfelelő karbantartása ennek a problémának a csökkenését is indirekt módon eredményezheti. A nők és a férfiak között különbségek vannak ugye ebben a tekintetben is. Ő megemlítette, hogy eleve a nagy vizsgálatoknak zömét férfiakkal végzik, tehát inkább jellemző ugye a férfiakra a vizsgálati eredmény. Milyen különbségeket tapasztalt ön a munkája során a nők és a férfiak között ebben a kérdésben? Én azt tapasztaltam, hogy ilyen típusú problémákkal a nők a legritkább esetben hozakodnak elő az orvosi rendelőben. Még egy ilyen 50-es, 60-as férfi korosztály, ha ilyen gondja van, és mondjuk ráadásul férfi kollega vizsgálja, és kellően hát intim körülmények között, tehát nem ül bent épp a fiatal asszisztensnő, akkor ők gond nélkül elmesélik az ilyen típusú panaszaikat, és hát ezt meg is lehet beszélni az illetővel, hogy milyen megoldás jöhet szóba. Nők esetében ezt nem nagyon látjuk, pedig hát kívánatos lenne, hogyha ilyen gondjaik vannak, vagy félelmeik vannak a szexuális élettel kapcsolatban, hogy ez terítékre kerüljön az orvosi rendelőben, mert nagyon sok alaptalan félelemtől lehetne őket hát megfosztani, és rengeteg bátorítást adhatnánk ez ügybe. A meglepő a vizsgálatokban az, ilyen ugye,
körkérdéseket tartalmazó közvéleménykutatásoknál derült ez ki, hogy olyan női korosztályokban is ez egy rendszeres napi problémát jelenthet, amire orvosként nem is gondolnánk, hogy még a 70 fölötti, adott esetben még 80 feletti hölgyek egy része is él időszakosan nemi életet. Nyilván rengeteg szorongással és rengeteg bizonytalansággal, hogy szabad-e ezt neki még csinálni az ő állapotában, az ő korában, az ő betegségeivel. Tehát ezek azok az esetek, amikor hát az ember sokat tudna segíteni, ha tudna mindenről, de nagyon sokszor sajnos, ugye, ha életszerűen nézzük a dolgokat, egy rutin rendelésen, ahol rengeteg beteg megfordul, és hát idős betegek is zömében, hát nem ez szokott lenni az első kérdés, hogy ezt a problémakört ugye exploráljuk. De ha lehet, akkor ön szokta ezt forszírozni? Amikor bármi gyanú ebbe az irányba terelhető, tehát és látom a jeleit annak, hogy ebbe az irányba ugye kellő emberismerettel az ember már ugye tud egy kicsit tájékozódni, akkor igen, ezt erre érdemes rákérdezni, mert ezért sokszor hálások is a betegek, hogyha az orvos provokálja ezt a fajta beszélgetést, mert ők ugye szemérmességből ezzel többnyire nem mernek előhozakodni. Az előadás alapján, illetve most a beszélgetés alapján összefoglalhatom-e azt, ezt a problémakört úgy, hogy nagyon sok tévhit él a köztudatban a szívbetegségek és a szex viszonyáról, és elmondhatjuk azt ugye, hogy nem kell félni szívbetegen sem a dologtól. Hát egyértelműen ezzel össze lehet foglalni, hogy nem kell félni, sőt adott esetben, hogyha nincs veszélyhelyzet, és ezt azért egy orvosi konzultáció nem baj, ha megelőzi, akkor nem csak, hogy nem kell félni, hanem kifejezetten jótékony is lehet, mind testi, mind lelki értelemben a rendszeres szexuális élet a szívbetegek számára.